Beismerő vallomást tett. Elfogták azt a 32 éves férfit, aki késsel megsebesítette volt élettársát és annak három gyermekét szerdán Tiszalökön, közölte a megyei rendőrfőkapitányság. Zárolták a bankszámlákat, 500 000 forintot csalt el egy nyíregyházi munkaerőkölcsönző bűnszervezet, amelynek szolgáltatásait országszerte 34 gazdálkodó társaság vette igénybe. Kiszámítható katonai hivatás, átfogó fejlesztési programot indít a honvédség, amely modernizációval párosul, tájékoztatott a honvédelmi miniszter Nyírbogától. Elfogták azt a 32 éves férfit, aki késsel megsebesítette volt élettársát és annak három gyermekét szerdán Tiszalökön, közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A rendőrök a lakóhelyén fogták el a gyanúsítottat, aki részletes, beismerő vallomást tett és megbánta tettét. A nyomozás adatai szerint a tiszalöki férfi szerda hajnalban a nyitott ablakon keresztül mászott be volt élettársa lakóházába, ahol minden előzmény nélkül késsel megsebesítette a 37 éves nőt és három gyermekét, egy 13 éves fiút, egy 15 éves és egy 18 éves lányt, majd elmenekült. A gyerekek közül a legidősebb lány életveszélyes, a 15 éves lány és a 37 éves asszony súlyos, a 13 éves fiú pedig könnyű sérüléseket szenvedett. 4 nap bujkálás után a tiszalöki rendőrök lakóházában elfogták azt a 32 éves férfit, akit több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítanak a megyei rendőrfőkapitányságon. A nyomozók a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, aki részletes beismerő vallomást tett. A férfi elmondás alapján a bűncselekmény éjszakáján nem hagyta nyugodni az a gondolat, hogy beszéljen volt élettársával és meggyőzze, hogy engedélyezze kapcsolatát a lányával, kapcsolatokat a lányával. A rendőrök a férfit őrizetbe vették és kezdeményezik előzetes letartóztatását. A rendőrség szerdától nagy erőkkel kereste a férfit, aki ellen elfogató parancsot bocsátottak ki, arcképét az interneten is közzétették. 500 000 forintot csalt el egy nyíregyházi munkaerő kölcsönző bűnszervezet, amelynek szolgáltatásait országszerte 34 gazdálkodó társaság vette igénybe. Vagyonvédelmi, takarítói és futárszolgálati feladatok ellátására több mint 2000 munkavállalót alkalmaztak fiktív szerződéssel. A NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói 46 bankszámlát zároltak 100 millió forint értékben, és 43 gyanúsítottal szemben javasoltak vádemelést költségvetési csalás miatt. A pénzügyi nyomozók még 2015. júniusában 7 gyanúsítottat vettek őrizetbe, a bíróság pedig az irányító férfi és 4 társának előzetes letartóztatását rendelte el. A lebukott bűnszervezet az ismert adócsaló módszert alkalmazta, több mint 2000 munkavállaló után nem fizettek adót és járulékot, valamint a munkájuk utáni általános forgalmi adót sem teljesítették. Ezzel jelentős kárt okoztak az államnak, illetve maguknak, a dolgozóknak is. Az illegális szolgáltatást igénybe vevő 34 vállalkozás a saját munkavállalóit a korábbiakban kijelentették, és a későbbiekben ezekbe a vállalkozásokba, amelyeket egyébként strómanok vezettek, ezekbe jelentették be. Ezáltal saját dolgozóikat is becsapták, hiszen a kölcsönbeadás időszaka nem minősül biztosítással járó jogviszonynak, mely a nyugdíjjogosultság megállapítása szempontjából lényeges. A hazai költségvetést ért több mint 500 000 forintos kár enyhítése érdekében a NAV pénzügyi nyomozói 47 vállalkozói bankszámlát zároltak, közel 100 millió forint értékben. A NAV most 43 személlyel szemben javasol vádemelést költségvetési csalás miatt. Egy 40 000 oldalas nyomozati iratot juttattak el a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészségnek. A bűnbanda 8 tagjára akár 20 évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható, további 2 személy ellen pedig körözést rendeltek el. Átfogó fejlesztési programot indít a honvédség, amely modernizációval párosul, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Simicsko István hozzátette, kidolgozták a Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési tervet, ami kiszámíthatóvá teszi a katonai hivatást. Mindenről Nyírbogáton, a Bogáti Forgatagon nyilatkozott televíziónknak a miniszter. 13. alkalommal rendezték meg a Bogáti Forgatagot. A kétnapos rendezvényen számos programmal várták a település és a környék lakóit. Az elmúlt években mindig sikeres volt a forgatag az anyagi forrásoknak és a településen élőknek köszönhetően.
Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője szerint az ilyen ünnep lehetőséget ad a találkozókra, az együtt gondolkodásra. Az ünnepek nem csak arról szólnak, hogy szórakozunk, hanem igenis dolgozni kell ekkor is, és bemutatni az embereknek, hogy a felelős vezetők, akár az ország vezetői, miben gondolkodnak. Nos, ez jó lehetőséget ad most is. A rendezvényen a Magyar Honvédség is tartott bemutatót. A toborzópont keretében a fiatalok a katonai hivatással is megismerkedhettek. Simicskó István honvédelmi miniszter a rendezvény vendégeként köszöntötte az ünneplőket. Televízión kérdésére elmondta, hamarosan átfogó fejlesztési tervet indítanak a honvédségben. Végre elkezdtünk a rendszerváltás óta abba az állapotba, hogy a magyar gazdaság olyan mértékben növekszik, amelyen lehetővé válik a Magyar Honvédség fejlesztése is. Ugye a kormány döntött arról, hogy a 2024-re elérjük a GDP 2%-át, amit védelemre fordítunk majd. Ehhez mi összeraktunk egy fejlesztési tervet, Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési tervet, és ez egyrészt kiszámíthatóságot ad a katonai hivatást választó polgártársainknak, nyilván akik már bent szolgálnak azoknak is. A megtartó képességünk is erősödik, és végre 25-26-27 év után egy átfogó fejlesztési programot tudunk elindítani, amely modernizációs folyamattal párosul, tehát az egyéni felszerelést a ruházattól kezdve egészen a laktanyi körülményekig, és nyilván a különböző fegyvernemi kultúráknak az újraélesztéséig terjed majd ez a folyamat. Nyilván a NATO szövetségi rendszerünkön belül képzeljük el mindezt, a NATO elvárásával is találkoznak ezek a fejlesztési elképzelések. Nagyon fontos üzenete van ennek, hiszen az ország biztonságát katonai értelemben a Magyar Honvédség katonái garantálják. A résztvevőket köszöntötte Danku Csaba, jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár is, aki kiemelte, az elmúlt években jelentős anyagi források érkeztek a térségbe, ezzel is megkönnyítve a vidéki lakosság életét. A szombatesti ünnepi műsorban számos elismerést adtak át. Többek között köszöntötték Nyírbogát legidősebb lakóit, a legszebb porták tulajdonosait és a helyi általános iskola legsikeresebb tanulóit is. A legkiemelkedőbb nyírbogáti lakosok munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés bronz emlékplakettjével ismerték el. Azt gondolom, hogy ez különleges jelentőségű, és azt üzeni, akár a legkisebb településen élő emberek számára is, hogy a megye odafigyel azokra az emberekre, és értékeli a közösségek vezetőit, a települések vezetőinek a javaslatai alapján azt a munkát, amit helyben akár csak egy helyi közösségért, akár tágabb értelemben végeznek ezek az önkéntes, egyébként munkájukat önkéntesen vagy hivatásukban kiemelkedő teljesítményt nyújtva végeznek ezek az emberek. A rendezvényen a helyi iskolások és a testvértelepülés néptánccsoportjának műsorát követően fellépett többek között Magyar Rózsa énekesnő és Lola, a kétnapos rendezvényt Demjén Ferenc élő koncertje, majd tűzijáték zárta. 274 millió forintból tornaterem épül, mintegy 35 millió forintból pedig templomfelújítás kezdődik Nyírmegyesen. Ezt Kovács Sándor országgyűlési képviselő jelentette be a 16. megyfesztiválon. A településen már hosszú hagyománya van a megyhez kapcsolódó mezőgazdaságnak, ezért is rendezik meg évről évre a fesztivált, amelyre idén is számtalan szomszéd településről érkeztek vendégek. Megyes ételek és megyből készült italok, minden a gyümölcsről szólt szombaton Nyírmegyesen. A fesztivál már hosszú múltra tekint vissza, hagyományosan július első hétvégén rendezték. Most azonban két hetet csúsztattak az időponton, hogy befejeződjön a megyszedés. 2000-ben volt az első, azóta sok minden esemény történt, minden évben próbálunk valamit újítani a fesztiválon. Nekem ugye a 2006-os volt a legemlékezetesebb, akkor még ugye falugazdászok voltak a megyékbe településen, úgyhogy nagy falugazdász találkozót tartottunk, és nagyon sok szakmai nap volt, amit szeretnénk a továbbiakban majd eleveníteni, mert ez egy kicsit úgy elmaradt. A megyfesztivál egyik programja a főzőverseny volt, amelyre gyümölcsös desszertekkel és hagyományos főételekkel jelentkeztek a csapatok. A megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében kiemelte, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye híres a megyről, az almáról és a szilváról, ezek már a nemzeti értéktárba is bekerültek. Baracsi Endre hozzátette, a nyírmegyesihez hasonló kezdeményezések pedig értékeink népszerűsítésében segítenek. Maga fürtös megy, az pedig a megyei értéktárnak is a része, és ezért is vagyok nagyon boldog, hogy
vannak olyan települések a megyében, amelyek ezt a gyümölcsöt, a medgyet, amely élettanilag is egy nagyon kiemelkedő gyümölcs, tehát rengeteg olyan jótékony hatása van, amely hozzájárul az, hogy valóban egészséges életet lehessen élni, és nekünk meg az a feladatunk, hogy ezt méltó helyére tegyük, és Nyírmegyes ebbe egy nagyon nagy segítsége a megyének, úgyhogy köszönjük szépen, hogy figyelmet fordítanak a megyre, és annak meg nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljönnek mindig a megyfesztiválra. A rendezvényen a térség országgyűlési képviselője két fontos fejlesztést is bejelentett. Az egyik a több 100 millió forintos tornaterem építése. Most 274 millió forint értében megvalósul az a régi települési vágy. Azt gondolom, hogy a gyerekek egészséges életmódja az a mindennapos mozgáshoz, testneveléshez hozzá tartozik. Az oktatási intézmény keretének nagyon fontos része ez van. Aztán az egyház, mint civil szervezet most egy 34 millió 600 ezer forintos felújítás, templom felújítással járul hozzá az úgynevezett településkép pályázaton, hogy Nyírmegyesnek az összbenyomása és az itt élő embereknek, vagy az áthaladó embereknek az élményét fokozza, hogy igen, egy szép településre érkezünk be. De további topos pályázatot is nyert a település, az egyik ilyen beruházás a Nyírmegyes-Mátészalka közötti kerékpárút építés. Hal és vadételeket kóstolhattak, kulturális és hagyományőrző programokon szórakozhattak, akik szombaton Balsára látogattak el. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. 16 játékossal elkezdte a felkészülést a kisvárdai női kézilabda csapat. Mátéfi Eszter együttese három tornán lép pályára a szeptember 10-én esedékes bajnoki rajtig. A nyitó fordulóban a Vácot fogadja a kisvárda. Új név került a serlegre, a nyíregyházi Real Tate Kft. Csapata nyerte a 6. sóstói strandfoci tornát. A négy női induló közül a Nyírség NSC bizonyult a legjobbnak. Az ország legnagyobb, négy napos strandfoci rendezvényén összesen 44 csapat lépett pályára. Hal és vadételeket kóstolhattak, kulturális és hagyományőrző programokon szórakozhattak, akik szombaton Balsára látogattak el. A 11. Tiszaparti Hal és Vad Fesztivál már hagyományosan Balsa egyik legnagyobb rendezvénye. A tiszamenti kis település természeti kincseivel, csendes nyugodt környezetével eddig is turisztikai célpont volt a családok és kirándulók körében. Most a kisfaludi turisztikai fejlesztési program segítségével szálláshelyeket bővíthetnek, hangzott el a hétvégi rendezvényen. Komphúzó versennyel kezdődött a Tiszaparti Fesztivál. A csapatok minden erejüket összegyűjtötték a több tonnás komp partra húzásához. A feladathoz ügyesség, erő és gyorsaság is kellett. A bográcsokban közben javában rotyogott a ponyból készült halászlé, ami hungarikum. A gasztronómiai fesztivál fő támogatója idén is a Szabolcsi Halászati Kft. Volt. A cég majdnem félmázsa hallal érkezett a fesztiválra. 350-400 kiló tisztított halat, tehát ez, hogy a 15%-kal megszorozzuk, akkor ugye majdnem 500 kiló, mert a tisztítás során ugye van veszteség, ennyit szoktunk feldolgozni, illetve osztunk még 100 kg keszeget, amit már korábban fogtunk meg, és egy kicsit előkészítettünk. És akkor a füstölt ponty, az a 10 kg füstölt ponthoz 30 kg ponty kell, mire elkészül. Tehát ennyit osztunk ide erre a verseny. Az idén egy igazán különleges halétel is készült, a füstölt halas lapcsánka. A fesztivál nevéhez hűen vadételeket is lehetett kóstolni. A tiszaparti rendezvény nem csak gasztronómiai, de hagyományőrző és kulturális rendezvény is, ahová a környékről szívesen eljönnek a családok. Balsa egyébként is a víziturizmusban kedvelt tiszaparti település. A horgászok, kenusok és kirándulók szívesen ellátogatnak Balsára. Van egy kis nyaralófalunk a Tisza másik oldalán, ami szintén belterület, és Balsához tartozik. Ott 30 üdülőház van, és természetesen faluban is vannak szálláshelyek, nem sok, de annyi van éppen, amennyire szükség van jelen pillanatban. Szeretnénk növelni ezen szálláshelyek számát, és azt gondolom, még több ember tudunk majd ide látogatóul fogadni. És hát természetesen a kerékpárút is majdnem ideér már. Itt nálunk van, de még vannak hiányosságok a környező településeken, de amint elkészülnek ezek az utak, akkor ez már teljessé teszi, hogy azzal is el lehet jönni ide hozzánk. Sőt, vízen is, mert hajón is el lehet hozzánk jönni, és van egy kis kikötőhely is, ahol meg tudnak állni a hajók.
Tokajhegyalja és a Nyírség mellett a megyében a tiszamenti települések közül is vannak, amelyek szálláshelyfejlesztésre forrást kaphatnak a Kisfaludi Turisztikai Fejlesztési Programból. Erről a térség országgyűlési képviselője beszélt a rendezvényen. Ezen a területen Rakamaz és Barsa kerül be ebbe a körbe. Ez azt jelenti, hogy itt egy komoly turisztikai fejlesztés lesz, szállás lehetőségeket is fogja fejleszteni, akár hazai forrásból, nem csak uniós forrásból az állam, és tulajdonképpen ez azt is jelenti, hogy az elkövetkező években mintegy 300 milliárd forint, ami óriási összeg lenne turisztikára, hiszen a turisztika egy kiemelt ágazata a magyar gazdaságnak. Éppen a napokban jelentek meg az adatok, hogy a belföldi turizmus 15%-kal nőtt az elmúlt egy évben a korábbi évhez hasonlítva, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan most fedezik föl Magyarország csodálatos tájait és településeit. A kísérő rendezvények között mindenki talált magának tetszőt, a népi hagyományos játszótéren játszhattak a kicsik, a felnőttek a könnyű zenei koncerteken szórakozhattak. Tizenhat játékossal elkezdte a felkészülést a kisvárdai női kézilabda csapat. Mátéfi Eszter együttese három tornán lép pályára a szeptember 10-én esedékes bajnoki rajtig. A nyitófordulóban a Vácot fogadja a Kisvárda. Alaposan átalakult a nyári szünetben a Kisvárda kerete, a legutóbbi bajnokságban szereplők közül 9-en távoztak, és 9 új játékos érkezett. A szezon első edzéséről 2-en igazoltan hiányoztak, a pánamerikai játékokon aranyérmes Brazíliát erősítő Samira Rosa és a papírjait intéző Maria Garbuc csütörtökön csatlakozik a többiekhez. Az első hét orvosi vizsgálatokkal és ráhanguló edzésekkel telik majd, a folytatásban aztán már keményebb tréningeket vezényel a csapatnak Mátéfi Eszter szakmai igazgató. Sikerült klasszis játékosokat, válogatott szintű játékosokat, válogatott játékosokat igazolni, és nem megbántva az eddigi társaságot, vagy az előző csapatot, de azért ők egy teljesen más szintet képviselnek a női kézilabdában. Hát elsősorban megint a védekezésen lesz a hangsúly, egy kemény védekezés, több védekezési rendszert szeretnénk elsajátítani a lányokkal, és ebből hát a mai modern kézilabda megfelelő gyors játékot szeretnénk játszani. Minden feltétel adott, mert hogy azért most innen sikerült sokkal célirányosabban igazolnunk, tavaly kényszerhelyzetben voltunk, most viszont sikerült igazolni, és tényleg május végére, június elejére összeállt a keretünk. A válogatott kapus Triffa Ágnes a legutóbbi szezonban Békés Csabán szerepelt. A 30 éves játékos klubváltásában nagy szerepe volt Mátéfi Eszternek, akivel korábban már dolgozott együtt a Hálóőr. Nagyon komoly célokért küzd jövő évben, meg utána lévő években is a Kisvárda. Nagyon tetszett a koncepció, amit felvázoltak számomra, és elsődleges szempont pedig, ami számomra nagyon fontos volt, hogy Mátéfi Eszterrel már dolgoztam együtt junior válogatottba, felnőtt válogatottba és Dunaújvárosba is klubedzőm volt. A tavalyi bajnokság gólkirálya, Triscsuk Krisztina eddig nem sok pozitív élménnyel gazdagodott Kisvárdán, de bízik abban, hogy a következő két évben sok sikerben lesz része. Emlékszem, hogy nagyon sokan voltak a meccsen, emlékszem, hogy kikaptunk is. Ez nem volt jó bennem, ilyen benyomások, de most már itt péntek óta is nagyon szimpatikus az egész. A Kisvárda augusztus 25-én, 26-án felkészülési tornát rendez a Békés Csaba, a Zila és a Mihalovce részvételével. A várdaiak Zilahon és Mihalovcén is pályára lépnek egy tornán, plusz még két edzőm is szerepel a programban. A bajnokság első fordulóját szeptember 10-én rendezik a Kisvárda nyitányon a Vácot fogadja. Új név került a serlegre, a nyíregyházi Realtate Kft. Csapata nyerte a 6. sóstói strandfoci tornát. A 4 női induló közül a Nyírség NSC bizonyult a legjobbnak. Az ország legnagyobb, 4 napos strandfoci rendezvényén összesen 44 csapat lépett pályára. 5 évvel ezelőtt 12 együttes nevezett az első sóstói strandfoci fesztiválra, amely azóta az ország legnagyobb ilyen jellegű rendezvényévé nőtte ki magát. A szervezőknek már limitálniuk kellett a résztvevő csapatok számát, így a tavalyi évhez hasonlóan 40 férfi és 4 női gárda lépett pályára. Bár az időjárás nem volt mindig kegyes a résztvevőkhöz, valamennyi mérkőzés lejátszották a csapatok.
óriási mezőny jött össze, hiszen egy hónappal ezelőtt már lezártuk a elnevezéseket az ország különböző megyéből, 5 megyéből érkezett ide csapat, és nagyon színvonalas torna vége felé járunk már, hiszen csütörtökön reggel 9 órakor egy női tornával indultunk, amit a Nyírségen SC csapata nyert meg, a Napkor csapata előtt, és a Kuba Team Ladies első és második csapata között, ők is színvonalas csoportot bonyolítottak le, és azt követően pedig non-stop rendszerbe gyakorlatilag közel 90 mérkőzést játszottunk le a torna folyamán. A torna még magasabb színvonalú volt, mint az elmúlt 5 évben, és én bízom benne, hogy a jövőt illetően is ezek a csapatok, akik erre eljöttek, erre a 6. alkalommal megrendezésre került tornára, azok vissza fognak jönni hozzánk a jövőt illetően. Magas színvonalú mérkőzéseket láthattak a nézők, igaz, hogy az időjárás végig nem volt igazán kegyes hozzánk, de azért a játékosok a pályán tűzbe tartották a közönséget is. A tornát végül a nyíregyházi Real Tate Kft. Csapata nyerte a Rómeó Vác és a nyíregyházi Offside Sportcafé előtt. A gólkirályi címet a váci Krasnyánszki Márton szerezte meg, a legjobb kapusnak a Reálos Szalánci Zoltánt, a legjobb játékosnak pedig az orosi hajógyár csapatában szereplő Seres Konrádot választották meg a szakemberek. Profi karrierje legjobb eredményét elérve a 99. helyen áll a legfrissebb világranglistán Fucsovics Márton. Legutóbb 14 évvel ezelőtt szerepelt magyar férfi teniszező a top 100-ban, Sávolt Attila személyében. Fucsovics Márton a hétvégén a hamburgi salakpályás verseny selejtezőjében lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Elfogták azt a 32 éves férfit, aki késsel megsebesítette volt élettársát és annak 3 gyermekét szerdán Tiszalökön, közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök a lakóhelyén fogták el a gyanúsítottat, aki részletes beismerő vallomást tett és megbánta tettét. 500 000 forintot csalt el egy nyíregyházi munkaerő kölcsönző bűnszervezet, amelynek szolgáltatásait országszerte 34 gazdálkodó társaság vette igénybe. Vagyonvédelmi, takarítói és futárszolgálati feladatok ellátására több mint 2000 munkavállalót alkalmaztak fiktív szerződéssel. Átfogó fejlesztési programot indít a Honvédség, amely modernizációval párosul, tájékoztatott a honvédelmi miniszter. Simicsko István hozzátette, kidolgozták a Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési tervet, ami kiszámíthatóvá teszi a katonai hivatást. Mindenről Nyír Bogáton, a Bogáti Forgatagon nyilatkozott televíziónknak a miniszter. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 17-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, nyugat felől továbbra is meleg, jobbára száraz levegő érkezik fölénk. Az éjjel többnyire gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7-11 fok között alakul. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, zápor előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul, melegfronti hatás van térségünkben. Az előttünk álló héten túlnyomóan napos, csapadékmentes, igazi strandidő várható. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés mértéke, a hét közepétől már sok helyen 30 fok felett alakul a csúcs hőmérséklet, visszatér a kánikula, a forróság. Változásra, a forróság megszűnésére csak a következő héten van esély.